Sziasztok! Barbara vagyok, a Narcisz Coach. Ez pedig egy irányított meditáció, a hogyan gyógyítsd meg a saját belső gyermeked a gyógyító szeretet segítségével. E meditáció alatt, azáltal, hogy időt töltesz a belső gyermekeddel, lehetséges, hogy képes leszel gyógyulást hozni az életébe, és ezáltal a saját életedbe is. Hosszú, benső munkával képessé válsz megtalálni a fájdalmas sebeket, traumákat, és begyógyíthatod azokat, ezáltal te is fejlődsz, és gyógyulsz. Most arra kérlek, keress egy nyugodt, csendes helyet, ahol leülhetsz, vagy lefeküdhetsz, ha úgy jobban esik, és kérlek, hunyd be a szemed. Végy egy mély lélegzetet, és lassan fújd ki azt. Majd ismételd meg ezt háromszor, végül tedd a kezed a hasadra. Továbbra is figyeld a légzésedet, kezdj el ki és belélegezni az orrodon keresztül, érezve azt, ahogy a hasad emelkedik, majd visszaereszkedik. Lazítsd el a tested, lazítsd el az izmaidat, a fejed búbjától egészen a lábujjakig. Te ne siess, ez a te időd. Lazítsd el a tested. Majd képzelj el magadban egy melengető napfénnyel teli kertet, puha pázsittal, ahol a fák és virágok is éppen nyiladoznak, virágoznak, és ahol érzed az illatukat. Nézz körül! Nem messze tőled látni fogsz egy hidat is, amely átszel egy kis patakon. Madarak hangja is hallatszik, ahogy csivitelnek. Ahogy körülnézel, a kert egyik végében, messze a hídon túl látni fogsz egy kicsi gyermeket. Majd látod, ahogy ez a kicsi gyermek lassan felét fordul, és rád néz. És ekkor hirtelen megérted, hogy ez a gyermek te magad vagy, csak pici gyermekként. Csak nézed őt, és rájössz arra, hogy mennyire szeretetteli és ártatlan, lehetőségekkel teli is voltál, mennyire csodával teli, mennyire tiszta szívű voltál akkor, amikor még épp hogy csak elkezdted a földi utazásod ebben az életben. Majd felé fordulsz, teszel egy lépést az irányába, biccentesz egyet a fejeddel, mire a kisgyermek elindul feléd a hídon, majd odaszalad hozzád, és te kitárod a karjaidat, aztán letérdelsz, hogy átkarolhasd őt. Kérdezd meg, hogy szólíthatod. Mit szeretne, hogyan is nevezzed őt? Olyan hosszú ideje váratott magára ez a találkozás. Túl régóta voltatok elkülönülve, és ezred évnek tűnik ez a távollét, amióta nem töltöttétek együtt az időt. Tölts el tehát most egy kis időt a te belső gyermekeddel. Tölts valami olyannal, amit ő szerette csinálni. Kérdezd meg őt, és ő megmondja vagy megmutatja neked, hogy mit is szeret. Lehetséges, hogy mutatni szeretne neked a kertben különböző dolgokat, de az is lehet, hogy csupán azt akarja, hogy öleld át őt és tartsd a karjaidban. Aztán lehet, hogy mesélni kezd magáról. Csak légy nyitott, és engedd, hogy mindez megtörténhessen,
hogy érezze, hogy megbízhat benned, és megnyílhat neked. Ehhez szükség lesz egy kis időre. Van, akinek egy kevésre, és könnyebben megy neki, de van, akinek többszöri találkozás is kell ehhez. A gyermeked nagyon sokat szenvedett az elmúlt évek során, amikor bántották őt rajtad keresztül. Hibáztatták, és nem fogadták el őt önmagának, vagy nem engedték, hogy meg tudjon felelni az elvárásoknak, hiszen mindig emelték a tétet. Lehetséges, hogy fizikailag is bántották, vagy szexuálisan abúzálták, vagy csúfolták, kiközösítették, büntették őt, vagy kiabáltak vele. Lehet az is, hogy nem kapott elég szeretetet, ölelést, simogatást, puszit, bíztatást, dicséretet. Vagy soha nem mondták neki azt, hogy büszke vagyok rád. Az is lehet, hogy azt mondták neki, hogy nem érdemli meg a jutalmat, a szép szót, az ajándékot, a szeretetet, mert nem volt elég jó, mert önző és hálátlan, rossz gyerek. Bármi lehetséges. Csak öleld őt, és szeresd, és bíztasd arra, hogy ossza meg a legfájdalmasabb pillanatait veled. Mondd el neki, hogy te most már mindig itt leszel, és soha nem hagyod magára. Hogy többé már nem lesz egyedül, nem lesz tehetetlen és védtelen, mert te örökre vele maradsz. Hagyd, hogy megnyíljon neked. Ha felbukkanna bármi, amit a te belső gyermeked most megosztana veled, akkor kérlek állíts meg itt ezt a videót, és majd akkor folytasd, akkor kapcsold vissza, ha elmondta neked a fájdalmat. Aztán nézd meg, mit érez. Töröld le a könnyeit, ha sír. Hitelesítsd az érzéseit, ha dühös. Engedd meg, hogy az legyen, és segíts neki, hogy püfölni tudjon egy párnát, amit oda nyújtasz neki, vagy kiabáljon egy nagyot, ha ez esik jól. Biztosítsd arról, hogy minden érzését kiadhatja, mert te megérted és szereted őt. Nem kell szégyelnie, sem félnie az érzéseitől, itt biztonságban van. Olyan régóta gyűjtögette magában ezt a sok fájdalmat. Ideje, hogy kiadja azt. Hadd, hogy megtegye azt, bármi is jön. Kérlek, vedd észre a fájdalmakat, amit érez. Úgy, hogy nem ítélkezel felettük, hanem csak egyszerűen megérted őt. Hiszen be akarod gyógyítani azokat a sebeket, amiket ő megélt, és segíteni szeretnél neki. Mondd el neki azt is, hogy nagyon sajnálod őt, hogy nagyon sajnálod, ha bármi fájdalmasat is tettél vele, és hogy nagyon sajnálod minden olyan fájdalom miatt is, amit mások okoztak neki, és hogy mindez olyan igazságtalan és kegyetlen volt. Mondd el neki, hogy mennyire becsülöd és szereted őt, és hogy ő egy különleges, csodálatos, egyedi, ünnepelt és szeretett lény. Az, hogy itt van, és jelen van ebben a világban, az egy óriási áldás és öröm. Mondd meg neki, hogy sosem fogja megtudni, hogy hány embernek is segített, és hány emberrel tett már jót szimplán azzal, hogy létezik, és hogy világra jött. Hogy jobbá lett a földi lét tőle. Mondd meg neki, hogy milyen intelligens, bátor, kreatív és szeretetre méltó csodálatos lény, aki megérdemli, hogy az élet legjobb dolgaiból is kijusson neki. Meséld el neki, hogy nagyon büszke vagy rá mindazért, amin keresztül ment. E
erősítsd meg őt, és bátorítsd azzal, hogy magabiztosságot és pozitivitást sugalsz neki. És most hagyd, hogy a belső gyermeked iránti szereteted átáramoljon belőled felé, ezzel is gyógyítva őt. A szívedből a szívébe, a szívcsakrán keresztül küld a gyógyító, rózsaszínes, fehéres fényt. Csak engedd, hogy áramoljon, hogy átmossa az ő belső fájdalmát. Csodálatos fénnyel feltöltve őt. Lassan, hadd áramoljon ez a gyógyító energia. Eljött az idő, hogy ideje búcsúznotok. Töröld le a könnyeit, ha vannak, és csókold meg az arcát, és engedd el a kezét, hogy elindulhasson visszafelé. Most, mikor útjára engeded a belső gyermeked, már látod, hogy mosolyog. Körülötte mindenhol sugárzó fényforrás szikrázik. Te pedig leülsz egy fa árnyékában egy kellemes kerti padra, és követed őt a szemeddel mindaddig, amíg megy, távolodik, majd szalad a hídig, ahonnan boldogan és önfeledten gondtalanul integet neked. És miközben ezt a képet őrzöd az elmédben, kérlek, végy egy nagy levegőt, mozgasd meg a végtagjaidat, nyisd ki a szemed, és hozd vissza magad ebbe a világba, mindannak tudatában, hogy gyógyírt adtál a gyermeket sebeire, és tudd, hogy vissza tudsz hozzá menni bármikor újra, ahányszor csak szeretnél, és amikor szeretetet és megerősítést akarsz adni neki.